Az Arácsi város részben, azaz a 8-as választókörzetben indul képviselőjelölként Hári Lenke, aki korábban is ennek a területnek volt az önkormányzati képviselője. Emellett kilenc éve Balatonfüred alpolgármestereként is dolgozik. Utcafórumán ismertette elképzeléseit a következő ciklusra vonatkozóan. Amikor a Győri Tanítóképző Főiskolán végeztem, akkor ide kerültem Balatonfüredre kezdő pedagógusnak, és hát én azóta itt élek. A Muskát utcában lakom, gyönyörű helyen, az Arácsi városrészben. Én itt megszerettem azt a városrészt, nagyon szeretek itt lakni. Tulajdonképpen egy nagyon, nagyon összetartó lakosságot találtam itt, és, és, a közéletben is elég hamar bekapcsolódtam. Tulajdonképpen a 90-es évek végétől már az önkormányzati munkában dolgoztam, és több cikluson át, és mm, sajnálatos esemény után, amikor kutasárpát képviselő képviselőtársam és Alpagármester úr meghalt, akkor lettem ennek a városrésznek a képviselője, és most már két cikluson át alpolgármester is voltam. Nagyon megtisztelő volt egy, egy jól összeszokott csapatban dolgozni, és, és nagyon örülök annak, hogy Bóka István polgármester úr vezetésével dolgozhatunk a városért. Benne egy nagyon jó vezetőt tisztelhetek, és, és azt gondolom, hogy a hosszú évek alatt, most ahogy változik a testület, polgármester úr éppen kifejtette, hogy, hogy igazából én vagyok az, akivel a legrégebb óta a munka kapcsolata van. Én, én, büszke vagyok erre, és, és, nagyon szeretnék továbbra is még vele dolgozni. Az Arácsi Városi ez a 800 számú szavazókör, nagyon sok szép Újítás, építkezés, nagyon sok felújítás kapcsolódott. Én azt gondolom, hogy még mindig van mit tenni, és nagyon örülök annak, hogy tulajdonképpen a, az építkezések során, a felújítások során a városrész a sajátos hangulatát megőrizte. És, és ettől arács, arács maradt, hogy ezt a kifejezést használjam. Ebben az következő ötéves időszakban, amikor polgármester úrra körbenéztük a nyolcas választókörzetet, akkor azt láttuk, hogy egyre inkább az útfelújításokra, a csapadékvizelvezetésre kell odafigyelni. Ez az, ami talán a legakutabb probléma most itt a városrészem. Fontos lenne a... Balasi bálint utca kikötése a Lóci utcára. Most már egy-egy múrvásút a katolikus temető mellett jelzi is ezt a nyomvonalat, és, és ez lenne talán a legfontosabb, annak a balasi utcai városrésznek a főútra való kikötése. Az építkezés során borzasztóan tönkrement a mellette lévő katolikus temetőnek a kerítése, azt gondolom, hogy méltatlan. Hamarosan elkezdődik a, az északi oldalnak a megépítése. Az építési vállalkozó vállalta, hogy a nyugati oldalt elkészíti, és tulajdonképpen így nagy vonalakban. Reméljük, hogy a rendezettséget fogja már mutatni. És jó lenne, hogyha a szakiskola felőli oldalán ennek az új nyomvonalnak parkolóhelyek kialakítására is sor kerülne. Ugyanez szembe a temetőköz, ami lefele vezet most már az új építkezési oldalra, hiszen nagyon szépen kiépült ez a domboldal is. És és ez a szűk temető köze a... a, a, a megnövekedett forgalomra nem alkalmas, tehát ennek a, a megépítése is nagyon fontos, és itt is a, temető, a református temető közelsége miatt parkolóhelyek kialakítása nagyon fontos. Ugye a Lóczilajos utca, ami egy gyűjtőút, egy nagy forgalmi út, szerencsére a Lóczilajos és az Arácsi út a két legforgalmasabb és a legnagyobb gyűjtőút megépült, megújult, gyönyörű lett és és mivel nagy a forgalom a Lóci utcán, így kihelyezésre kerültek a megállni, várakozni tilos táblák, ami, ami bizony először én is azt gondoltam, hogy a temető közelébe ez, ez, ez nem jó, de látva a nagy forgalmat, azt gondolom, hogy ha megépülnek az oldalsó utcákban a parkolási lehetőségek, illetve a hősök terét is igénybe lehet venni, akkor talán amikor aktuális a nagyobb parkolás, akkor ez a gond talán megold, megoldódik majd. A másik ilyen nagyon fontos a Balaton utca. A Balaton utcának a helyi építési szabályzat értelmében már a telekalakítási tervezések megindultak és az önkormányzat megbízást adott arra is, hogy az út tervezés is megtörténjen. Itt egy kétsávos út alakulna majd ki, nyugati oldalon járdával és zöldsávval, és természetesen a légvezetékek is a földbe mennének. Én azt, gondolta, azt gondolom, hogy a városrész észak-déli összekötésében ez nagyon fontos út lesz majd a fő gocspont az út végén van. Azt gondolom, hogy mindenki várja, hogy vajon milyen tervek születnek erre. A mostani álláspont szerint a Balaton utca a vasút alatt menne át, hogy csatlakozzon a 71-es útra ott pedig egy körforgalom alakulna ki, és ez a körforgalom biztonságos bekapcsolódást adna minden oldalról a beérkező forgalomnak, illetve ott egy biztonságos gyalogátkelőhely kialakítására is lehetőség lesz, hogy a Balaton utcáról át lehessen jutni a Germering utcába. Aztán, ha a Balaton utca elkészül, akkor a rácsatlakozó utcák megépítésére is lehetőség lesz. Ez a Szőlőkaja utca, a Vajda János utca és a Pasut utca, és hát a Határ utca, ami tulajdonképpen most is még egy murvás és hozzá csatlakozik egy, az egresi köz, ami szintén azt gondolom, hogy méltatlan a városhoz. Természetesen kisebb útfelújítások várnak még a, a Liptá Gábor utcában, ott is zöldsev kialakításával újulna meg a, Balasi és a Péhorvát állam összekötése. A csapadékviszervezetés probléma még a, 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 Tamás hegyen. Hozzám tartozik a a Tamáshegyi utca és a Muskátli utca még. Én azt gondolom, hogy ezek a Feladatok, amiket meghatároztam, ezek a következő öt évre elég munkát adnak. Természetesen ehhez csatlakozhatnak még feladatok. Én az itt lakóknak fel tudom ajánlani a segítségemet, a tenni akarásomat, hogy az itt lakók érdekeit képviseljem. Talán elég tapasztalattal rendelkezem a lehetőségek megoldásához. Én bízom abban, hogy támogatni fognak, és kérem az itt lakókat, hogy menjenek el szavazni, és szavazzanak rám a Fidesz KDNP jelöltjére.